Virág Barbara dietetikussal beszélgetünk most egy kicsit a superfoodokról. Ez ma nagyon divatos kifejezés. Nem igazán hiszem, hogy mindenki tudja, hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ez superfoodnak számít az az étel. Na mi is ez valójában? Így van, igazából az a probléma, hogy most már túl sok mindenre rásütjük azt a bélyeget, hogy akkor ez superfood, mert mondjuk sok benne a C-vitamin. Ez nem teljesen így van. Ezek az élelmiszerek koncentráltan tartalmaznak nagyon sokfajta ásványi anyagot is, vitamint is, különböző antioxidánsokat, úgyhogy ez egy kicsit speciálisabb, mint az, hogy csupán csak mondjuk egészséges. Ez természetes élelmiszerekről beszélünk. Így van, minden esetben. Említsünk egy párat, hogy nagyjából miről is van szó. Mondjuk vannak különlegesebbek, amik mondjuk a csírafélék adott esetben, vagy különböző algák, amik ugye picit nehezebben beszerezhetőek, de a hétköznapi életünkben akár az avokádó is lehet ilyen, a barna rizs, a különböző magtejek, a magok, diófélék nagyon-nagyon egészségesek ilyen szempontból. Ilyen chia magra, ilyennekre kell gondolni? Akár egyébként arra is gondolhatsz, igen, a chia mag is ide tartozik, az egy kicsit speciálisabb, ugye azt egyre... Amúgy rosszat mondom. Nem mondtál rosszat, nem, csak hogy az talán egy kicsit kevésbé ismert az emberek számára, vagy a hétköznapi konyha. Hát igen, ahogy így levesszük abból, amit mondasz, dióféléken kívül normál háztartásban nem igazán fellelhető mondjuk mindenféle csíra és félék. Úgyhogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha szuperfoodokkal szeretnénk táplálkozni, akkor nyilván egy olyan spektrumon kell kezdenünk gondolkodni, ami mondjuk nem biztos, hogy a sarki közérben fellelhető. Hát azért a diófélék azért igen. Igen, hogy a dióféle az kivétel. De egyébként nem, ha szeretnétek, még tudok mondani akár akkor egyszerűbbeket, hogy egyébként a bioboltokban igen, ezek fellelhetőek, ezek a különlegesebb alapanyagok. Hál' Istennek ma már én nem fogadom el azt az álláspontot, amikor valaki azt mondja, hogy de hát én ezt nem tudom hol beszerezni, ezért nem eszem egészségesen, stb. Ez nem igaz. Igen, főleg úgy, hogy internetről is meg lehet rendelni már. Egyrészt nagyon sok helyről meg lehet rendelni ezeket az alapanyagokat, másrészt tényleg minden sarkon belebotlunk egy bioboltba, vagy paleoboltba, egészségboltba, de mondjuk amiket meg tudunk venni sima boltban, és az még mondjuk lehet egy lazacféle is. Itt ugye ami nagyon fontos például, mind a dióféléknél, mind a lazacnál, vagy a heringnél, az omega-3, a telítetlen zsírsavak, amik nagyon-nagyon jótékony hatással van egyébként a bőrünkre is például, ami a téli hónapokban végképp nagyon fontos, mert sokszor kiszárad a bőrünk, vagy nem jutunk hozzá azokhoz az alapvető vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz, amikhez nyáron egy kicsit könnyebben, mert ugye sok friss zöldséget, gyümölcsöt eszünk. Egyébként még akár a gyümölcsök közül a pirosbogyós gyümölcsöket tudnám ide sorolni, amik szintén superfoodnak számítanak, főleg a vörös áfonya például, vagy akár a vörös szőlő. Ez mind egészséges és antioxidánsokban. Ez akár aszalt változatban is? A vörös áfonyam? Az aszalt változattal az a probléma, hogy kicsit becsapott szerintem, mert igen, nyilván egészséges, de hogy közben a rostdússágát elvontuk ennek a gyümölcsnek. És próbáljuk meg friss formában akkor. Így van, mindenképpen friss formában, ne párolva, ne lekvár formájában, cukorral, kenyérrel. Szuperfood. Ez ugye annyira nem, hanem ezeket próbáljuk meg naturverzióban, nyersen, és próbáljuk meg minél színesebben összeállítani, hogy itt se legyen akkor ez egy egyoldalú történet. Nyilván nem ehetünk minden nap brokkolit meg lazacot, hanem próbáljunk meg minél többféle módon kitalálni. Akár mondjuk egyébként mondtad a chia magot, ami egy jó ötlet nagyon, abból lehet könnyen pudingot csinálni, hogyha mondjuk egy kis vízzel, vagy mondjuk mandulatejjel, zabtejjel. Nem bor, be kell ízesíteni. Természetes próbáltuk már. Nem sikerült. Könnyebben elviselik ezeket az ízeket a cél érdekében. Tényleg csak ízesítés kérdése szerintem. Minden. Az a mennyiségű cukor, de az már nem lesz szuper. Vannak olyan természetes ízesítőszerek, amik... Tehát a szuperfoodok tele vannak vitaminnal, és könnyen emészthetőek? Így van, egyrészt könnyen emészthetőek, és semmiféle mesterséges verziója nem található meg ezeknek. Az a fontos, hogy ezeket tényleg csak nyers állagában fogyasszuk, nem konzerv verzióban, de ezek nem is nagyon vannak, hanem ezek igazi, nyers, tápanyagdús, egészségdús ételek. Mondjuk egy lazacnál odafigyelsz, hogy milyen hal gazdálkodásban érkezik?
jó lenne, ha erre tényleg oda tudnánk figyelni. Én attól tartok, hogy ez nem feltétlenül nyomon követhető. Igen, és ugye, mert kevesen tudják a nézők közül, hogy lacacot általában úgy lehet választani, akik rendelik a nagy kereskedések, hogy szín alapján, mert ugye bár a húsukat színezik. De ez egy érdekes kis információ. Igen, jó lenne egyébként, hogyha ezeket nyomon tudnánk követni. Ugyanúgy a zöldségek, gyümölcsök esetében is nagyon fontos lenne, hogy tényleg mondjuk olyanhoz jussunk hozzá, ami biogazdaságból jött, de én tartok attól, hogy kevés ember tudja ezt ténylegesen nyomon követni, úgyhogy azt gondolom, hogy az is egy fontos lépés, hogyha már megpróbálunk legalább azokból az alapanyagokból válogatni, amik támogatják az egészségünket, az emésztőrendszerünket, a bőrünk szépségét, akár a hajunk, körmünk szépségét. Ez mind-mind összefügg egyébként. Egyik nincs a másik nélkül. Meg kellene oldanunk, hogy minden napra jusson egy kis superfood, vagy pedig csak ebből kellene választanunk. Én azt mondom, hogy meg kellene oldani, hogy minden napra jusson. Egyébként igen, kihagytam, ami nagyon fontos, cékla. Most jutott eszembe. Láttuk egyébként a képen, hogy ott is van jelen pillanatban. Így van, ott van a képen. Igen, a céklának a hatásáról már nagyon sokszor beszéltünk a műsorban. Hát ez egy csodálatos dolog egyébként, nem is tudják szerintem az emberek így általában, az, hogy ennyire sok. De most már szerintem én is nagyon sokat. Most már talán egyre inkább igen, de egyébként mi körülbelül tényleg hosszan lehetne sorolni, hogy mennyi mindenre jó a cékla. Emésztés, segítés, vérképzés, akár még az idegrendszer problémáin is tud segíteni, a különböző diétás folyamatokat is tudja segíteni. Céklaleves tanárnak. A-vitamin, E-vitamin, tele van csupa jó dologgal a cékla, úgyhogy azt is bátran fogyasszuk. Hát akkor együnk céklát kesudióval és egy kis avokádóval. Köszönjük. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Egy csia magga.